futószalagon érkeznek a negybefőttek a dolgozók kezei közé. A fehérgyarmati Jonaku az elsők között van az ország konzervipari szereplőinek sorában, mind termelési volumenében, mind technológiáját illetően. Utóbbi ráadásul a közelmúltban tovább fejlődött. A teljes gyártósorunknak a 80%-a az teljesen új gépsort kapott, ami ugye mind minőségbe, mind pedig volumenbe magasabb szintekre emeli a céget. A mintegy 2 milliárd forintos beruházás keretében túlnyomóan technológiai, kisebb részben építészeti fejlesztés valósult meg. A kormány pedig közel 280 millió forinttal járult hozzá a megvalósításához, illetve az új munkahelyek teremtéséhez. A cég 2019-ben került a család tulajdonába, azóta 6-szorosára nőtt a konzervgyártó kapacitás, és a tavaly év végig közel 30 főről, a szezonális dolgozókat is beleszámolva mintegy 300-a nőtt az itt dolgozók száma. A fejlesztés keddi átadóján a város polgármestere is a munkahelybővítés jelentőségét hangsúlyozta. Az emberek ittartása, a megélhetés, a bérszínvonal emelése, ez mind nagyon fontos dolog, és ez nem lehetséges úgy, hogyha nincsenek munkahelyek. Ezért is örültünk neki, hogy megvalósult ez a technológiai fejlesztés, illetve a gyár új kézbe került, hiszen egy olyan tulajdonosról beszélünk, aki a térségben született, itt nőtt fel, és itt fejlesztette olyan szintre a magángazdaságát, hogy az példaértékű, hiszen sok száz embernek a munkát. Egy gombnyomással indított el az új technológiát az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a beruházás kapcsán kiemelte, az élelmiszeripar fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Magyarország azért mégis jelentős mértékben agrárország lenne, és ezeket a termékeket, ezeket versenyképes módon meg kell megjeleníteni a külföldi termékekkel szemben. Ezért ez a mai rendezvény, illetve ami történt, ez a beruházás, ezt mind ilyen értelemben alátámasztja. És hát ne feledkezzünk meg arról is, hogy az országnak egy olyan részében vagyunk, ahol a gyümölcstermesztés, de a zöldségtermesztés egy kifejezetten fontos agrárterület. Ezt nem lehet távolra szállítani, tehát itt kell megteremteni az élelmiszeripar feltételrendszerét, és hát ennek van egy olyan hatása is, hogy munkahelyeket teremt. A tárcavezető hozzátette, számos támogatási formát készítenek elő az élelmiszeripar területén. Tervek a fehérgyarmati cégnél is vannak, a közeljövőben a szennyvíztisztító rendszert modernizálnák, a mostani beruházástól pedig a költséghatékonyság mellett a termékpaletta bővítését, volumennövekedést és az új piacokon való megjelenést várják.